Kubatov Gábor évet értékelt, mi pedig az év értékelőt veszük górcső alá nem csak fradistáknak, és nagyon remélem, hogy nem tiltják le nagyon hamar. De előbb az intro, mert az kell kezdeni. Össze is azzal kezdeném, hogy boldog új évet kívánok minden kedves nézőnknek, illetve unblock egész Magyarországnak mindenkinek, aki, aki arra érdemes, ahogy Szegény, szépen emlékező kis Jancsi mondta volna. Tehát a Ferencvárosi évértékelőben elhangzottak nem csak a fradistákat érdekelhetik, és szerintem jó, hogyha más is hallja ezeket a dolgokat, nem csak az én számból, hanem magának az elnöknek a szájából. Az én személyes véleményem az, hogy a mi kapcsolatunk nem túl jó de attól függetlenül vannak dolgok, amit igenis el kell, hogy ismerjek én is, mind a mert, hogy nagyon-nagyon sokszor kritikával szoktam illetni, főleg a vezetési stílusa, ami számomra sokszor nem értelmezhető, de az biztos, hogy a lehetőségekkel jól sáfárkodik a Fradi, főleg az elmúlt egy-két éven, egy éven belül, eredményei mindenféleképpen őt kell, hogy igazolják, és el kell, hogy ismerjem, hogy történt szakmai előrelépés, és most elindít egy olyan vita sort, hogy túl sok támogatást kap a Ferenc ő kapja az összeset, illetve ezek, tehát már annyiszor el lett mondva, hogy, hogy nem egészen úgy vannak azok a dolgok, hogy, hogy nagyon sok szurkótársunk elképzeli, hogy minden támogatás a Fradié, Bizony el lehet mondani azt is, hogy vannak, akik nem éltek a, a lehetőségekkel. Itt most a Ferencváros él a lehetőségekkel, és szerintem jól sávvárkodik azokkal, amihez most hozzá tud jutni. De hallgassuk az évértékét, mert a sokkal fontosabb, a, Dumára, a Dumámra senki nem kíváncsi. Mert a Ferencvárosban a azt mindig mondom, az ezüst azt nem számít semmit. Ha azt kérdezik, mondjuk a labdarúgásról, ami a legnépszerűbb sportág a Magyarországon, azt kérdezik, hogy és, és mondják, hát a Fradi hányszor volt ezüstérmes? Vagy, igen, hát van, aki tudja, de, de vagy hányszor, hányszor volt bronzérves, hányszor volt a dobogón. Ez azt jelenti, hogy, ez azt jelenti, hogy, hogy hát, hát nem tudom, 120 évünkben 80 valahányszor a dobogón álltunk, de mégiscsak a bajnoki címek száma, mégiscsak az a, az a legfontosabb dolog. De az a helyzet, hogy hogyha a Fradi-t a magyar piacon nézzük, akkor a Fradi a, 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 legnagyobb magyar klub. És ezt mi évről évre megmérjük. Mert, mert ez is a tudatos klubépítésnek a része, hogy csinálunk egy közvéleménykutatást minden második évben, ahol ez egy 2000 fős reprezentatív, személyes, lekérdezéses közvéleménykutatás, tehát tűpontos méréseket tudunk belőle csinálni. A mérésekben megnézzük a magyar sportnak a helyzetét is, tehát hogy hogy néz ki mondjuk a sportnak a népszerűsége. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy lehet itt klub kovatov listázni, de ezekre mindenféleképpen szükség volna minden klubnál, legalábbis ott, a, ha még hogyha egy kisebb klubnak is mondjuk ott a Lokálisan kellene ilyen felméréseket végeznie, hogy tulajdonképpen mire van a szurkóknak szüksége, mi az, amit elvárnának, tehát mindenféleképpen meg kellene szólítani magukat, a szurkolókat akármelyik klubnál, hogy mire van szükségük, mi az, mi az, amiben fejlődnie kell a klubnak, mert enélkül nem fog menni, ebben tökéletesen igaza van, és mondom még egyszer, lehet Kubatov listázni, most ne, ne erről beszéljünk. Melyek a legnépszerű sportok, mert nyilván, ha kitalálnánk, hogy a karatéval szeretnénk foglalkozni, és abba fektetnénk rengeteg energiát, az nem lenne olyan hatékony semmilyen szempontból, mint, a, mint hogyha a népszerű sportokra fektetnénk az energiát. Tehát ez a hatodik mérésünk most már, és a sportok sorrendje a következőképpen néz ki. Az első a labdarúgás, aztán utána a kézilabda, vízilabda, és jégkorong. Tehát ezek a legnépszerűbb sportok ma Magyarországon, Magyarországra, nem a fradisták között, ma Magyarországon a sportnál. A, és a fradi támogatása úgy néz ki, ha visszatekintünk az időbe, 2011-ben csináltuk az első mérésünket, 2011-ben körülbelül 1 millió ember támogatta a Ferencvárost. Most ez a szám az 2 millió 135 ezer ember aki a Ferencvárosnak a támogatójának vallja magát. Ez első-másod preferencia, tehát hogy kinek szurkolnál, én a Szigetcsépnek. Oké, okay, de ha nem lenne a Szigetcsép, de kinek szurkolsz, akkor a Ferencvárosnak. Tehát 2.135.000 ember. Ami a nagy dolog, hogy ebből 1.385.000 ember erősen kötődik a klubhoz. Ez azt jelenti, hogy pénzt áldoz rá, meccsre jár, ö, olvassa a termékeket. A most itt, itt van a másik lényeg, ami most nem azt kell nézni, hogy a Fradi, hogy fényezi magát, hogy mennyi, mennyi szurkolója van, mennyien kötődnek hozzá, hanem hogy mennyien költenek rá. Itt erről szól a sztori. Tehát hogyha a, egy adott klubos, tök mindegy, hogy melyik, nem ad lehetőséget arra merchandising, büfé, rendezvények, tehát minden olyan, ahol az adott klub megjelenik és lehet rá költeni, ez nagyon-nagyon fontos. Eddig elmondták, hogy egy magyar klubnak a az, most egy átlagos magyar klubnak a bevételei, a szurkolói bevételei a 3-5 százalékot sem érik el. 3 kötőjel 5. Ez nyugat-európában 30 százalék is lehet. Tehát nem megint a, a fényes nyugat, hanem ha azt nézzük, ebben tökéletesen igazuk van. Mert el fog jönni egy olyan korszak, amikor nem lesz állami támogatás. És erre az biztos, hogy nem tudom a többi klubnál, hogy van, illetve nem mindegyiknél tudom, hogy hogy van, de van, ahol egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, teljesen kárpediem gazdálkodás folyik, de egy biztos, hogy a Fradi gőzelővel készül arra is, hogy ha esetleg majd nem lesz olyan berendezkedés ebben az országban, ami a Ferencvárosnak kedvező lesz. Most mindenki gondoljon azt, amit akar. Meglepő számokat fogok mondani. A második legnépszerűbb klub ma Magyarországon az a Debrecen. 564 000. ezerre. Mondjuk én a Diós Diót vártam volna, attól függetlenül ez most meglepetés nekem is. Aztán a harmadik legnépszerűbb klub az az Újpest, 461 ezerre. A harmadik legnépszerűbb, bocsánat, a harmadik az Újpest, a negyedik legnépszerűbb a Honvéd, ott 316. Na ez viszont óriási meglepetés nekem. 6000-en támogatják őket, az ötödik a Paks 255 ezerrel. Ez egy óriási lépésük. ők nyolcadik helyről jöttek fel az ötödik helyre. És, és utána a hatodik a Fehérvár, ahol 196 ezer ember támogatja őket. Tehát ez azt jelenti, hogy ha összeadjuk a másodikat, harmadikat, negyediket, ötödiket és hatodikat, még mindig nem érik el a Ferencvárosnak a szintjét. Hát ez most úgy eléggé meglepő volt. Tehát én megtette hatását, a Paksa esetében biztos megtette hatását az állandó felhálypolás, hogy magyar klub és a többi, illetve az, hogy ott tudnak lenni a, a, az NB1-ben, viszont ezzel az erővel a kecskemét is lehetne, csak hát ugye ott nem az az edző van, akinek nem mondjuk ki a nevét, de attól függetlenül biztos vagyok benne, hogy a kecskemét ázsiója is fog emelkedni, viszont nekem az, hogy a Diózsdőr nincs az első ötben, ez ez nagyon nagy meglepetés. Az, hogy ott van az Újpest, meg hogy a, a Honvéd ott van az első ötben, hát azért van egy történelme, azért csak a, a Puskás Bozsi klubja. Érdekes, meg kell, hogy mondjam, én nekem ez, ez már ideig ez meglepetés. Az utánom következő öt. És ez nyilván a sikerekből is fakad, ha megnézzük, az, ezek azért ilyen pillanatképek, mert a Paksnak a mostani szereplése nyilván közrejátszik, a Fehérvárnak a, az egykori jó szereplése közrejátszik. Fehérváron ugye nem csak, nem csak labdarúgás van, hanem egyéb sportok is vannak. De, de így nézünk ki most. Azt is szoktuk vizsgálni általában, hogyha bizonyos csapatok előrébb jönnek, annak mi az oka. Mert az mondjuk sportvezetőként az egy nagyon tanulságos történet, hogy, hogy ki miért három-négy játékosunk van a, a válogatottban, hát a, a Dibusz, Botka, Varga, Barni az, az oroszláncészt vállaltak a, az EB-re való kijutásból. Ez is, hogy kijutni, kijutni pócselejtezőn, kijutni majd csak úgy nagyjából, de egy csoport elsőként, az, egy, az egy, hatalmas fejlődés a labdarúgásnak. És persze belőregszünk, mert biztos kell még tíz év, de, de a mostani megítélése, én beszélgettem egy csomó persze olyan idealist emberekkel, mint amilyen én vagyok, kérdeztem, hogy és akkor mit gondoltok, mit kéne csinálni az eb -n? Hát jó lenne megnyerni. Tehát, hogy azért az ambíciók azok, azok attól, hogy jól jön kijutni az eb az most már eljutottunk odáig, hogy, hogy, még az is lehet, hogyha jól mennek. Hát miért a németeket megcsaptuk, angolokat megcsaptuk, nem? Szóval, hogy, hogy ha azokat sikerült megverni, akkor ha jól jön ki a lépés, miért ne lehetne megnyerni egy Európa-bajnokságot? Miért lehetne? De most tényleg? Gondoljatok bele, amit a Dominik is elmondott, ugyanúgy, mint a Kubatov, ha túléljük a csoportkört, itt az Európa Bajnokságról beszélek, a válogatott, akkor onnantól kezdve tényleg csak kiki meccsek vannak. Tehát egy-egy meccsen bárki bárkit megverhet, és hogyha tényleg eljutunk a csoportkörből a kieséses szakaszba, akkor persze az már maga egy ajándék, de ha ott egy kört megyünk, tehát egy összecsapáson túl vagyunk, az ott már óriási motivációs erővel bír egy olyan, egy olyan csapatnak, aki hát nem is tudom hány éve. Hát 54 óta várunk egy, egy, egy igazán komoly eredményre. Te atya úristen, 54 óta. Nem, de menjünk tovább. Ezt én mindig mondogatom magamban, hogy hogyha nem a csúcsot nézed, hanem csak alá lősz mindig, akkor, akkor sose fogsz oda följutni. Ezt nagyon akkor mindig meg lesz, megelégedsz. azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy aki a kékes tetőt nézeget, és sose mássza meg a momblant. Ja. Tehát az, 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 szerintem egy, egy helyes hozzáállás a szurkolóktól is. Arról meg nem is beszélve, hogy, hogy micsoda nézőszámok követik a labdarúgást, hogy három óra alatt adunk el 68 ezer jegyet a Puskás stadionba, hogy az ember most már később Bány. Ez sokaknak marha nagy pofonám. Ez, ez nagyon sok vitorlából kiveszi a szelet, hogy ennyire, ennyire jó tud lenne a magyar válogatott, és ezért kellene mindenkinek támogatni a válogatottat a szakmai részről is. Mert ezzel a, a, saját megérhetésüket kockáztatják, hogyha, hogyha nem így tesznek. Tényleg 60, úristen. Most jön az a rész, ami miatt Szerintem érdemes lenne mindenkinek megnézni ezt a videót, és nem csak a, nem csak a szurkolóknak, hanem a klubvezetőknek is. Mert azt nem lehet, hogy csak egy klubvezető nyitja ki a száját, hanem azt kellene, hogy az összes, és akkor nyomást lehetne helyezni azokra, akikről most szó lesz. Ezek a bírók. És. Nagy, nagy türelemmel kell beszélni róluk, mert mégiscsak ők a mi sporttársaink, és ezt a szó szoros értelmében gondolom. De De azért elmúlt az az időszak, amikor Palotai Károlyokról, Púl Sándorokról vagy kasai Viktorokról beszélhessünk, hogy nincs nemzetközileg jegyzett bíró ma Magyarországon. És az egész egy nagyon rossz irányba indult el szerintem, mert mi hiába teszünk meg mindent a magyar labdarúgás fejlődéséért hogyha van a magyar labdarúgásnak a, egy olyan része, ami meg, meg nem fejlődik, és ott a lánc is a leg... Hát, és lemerem fogadni, hogy ez a frusztráció is közrejátszik abban, hogy a játékvezetői kar igenis irigy a labdarúgókra. Irigy arra a millióra, őket körbeveszi a sikereikre, és tökéletesen jól látja a Kubatov ezt a részét, hogy egyszerűen a nemzetközi viszonylatban nem, nincsen, nincsenek sikereik a, a, magyar játékvezetőnek, játékvezetőknek, és a csapatok közül a válogatottnak, illetve a Ferencvárosnak meg helye közel a videótonak, tehát van néhány klub, aki igenis nemzetközi sikereket ér el, tesz az előrelépésért, és aki biztos vagyok benne, hogy a fejlődés többször is, fejlődésnek többször is a gátjai a játékvezetők. A fafejűségük, a egyszerűen arra hegyezik ki a szakmaiságot, hogy az ő tiszteletük meglegyen, de maga a játék, az azt látom, hogy egyre kevésbé érdekli őket, inkább a tekintély, ami fontosabb nekik, a szabályok ismerete, a szabályok, illetve a játék melletti szakmagyakorlása. Tehát en ez, ezért mondom azt minden alkalommal, a Szabolcsal, hogy a játékvezetői kart ki kellene vonni az MLS-ből, ne tudjanak kommunikálni egymással, a var, nem, most nem erre gondoltam, tehát ne csereberéljük őket, a var játékvezetők azok legyenek var játékvezetők, a pályán levő játékvezető az mindig csak a pályán legyen, tehát mind a kettő a saját területén legyen sokkal, de sokkal jobb, sokkal gyakorlottabb, és a kettő csapat igenis más érdekszférával kellene, hogy tartozzon, hogy ne legyen még esélye annak, hogy egymás fenekét védik azzal, hogy egy-egy hibás döntést a másik próbál elkendőzni. Gyengébb láncszemnél szakad el. Úgyhogy valahogy valamilyen konzultációval, vagy valamivel segíteni kell őket ebből a gödörből. Kijönni. Mondok egy tipikus példát, ami talán érzékelteti ezt a problémát. Emlékeznek talán a, meccsre, ahol a videóton ZTM-esre, ahol talán a fiola hát kapott egy is, piros lapot. Őt is úgy, hogy nem ért hozzá az ellenfélhez. Kiállították. Megtörtént az ítélet. Utána a varvizsgálat. Hát a, a tévében a speaker mondta, hogy de hát hozzá se ért. Nyilván nem is ő kapta a piros lapot. Helyben hagyták. Aztán utána a Magyar Labdarúgó Szövetség nem mond semmit. Nem azt mondja, hogy kérem, ne arra ugyanak, rossz ítéletet hoztak, hibáztak. És ez egy hogy mondjam, a, a játék tisztasága. Ebben most megint igazat kell, hogy adjak neki, mert a játékvezetők lennének a legfontosabb, hogy önkritikát gyakoroljanak. Hogy lehessen őrőlük is tudni, hogy aki hibát követel, az igenis megkapja a büntetését. Igenis lehessen protestálni, igenis lehessen a, a hibákat felrúni. Persze nem úgy, hogy oda is leültem a fejét, hanem igenis, valamilyen módot kell adni arra a szakmai stáboknak, hogy az egyértelmű játékvezetői hibáknak legyen következménye. Akár még úgy is, hogy egy mérkőzést vagy újra vagy, vagy olyan szankciókat alkalmaznak a hibázó játékosokkal szemben, aki például szándékosan szabálytalankodik. És, ezt a, és a mérkőzések után igenis is tiltani. Tudom, hogy volt erre példa, de igenis egy mérkőzés, az tényleg ne csak 90 pluszig tartson, hanem utána is még legyen elemzés tárgya, és igenis azok, azoknak a, azokat a helyzeteket ki kell, hogy tárgyalják a játékvezetők és a klubok, amik igenis adnak némi kétkedésre okot. Tehát ezt mindenféleképpen meg kell adni a lehetőséget is. Ne csak ennyivel tudjunk le egy meccset, hogy leadtam a jegyzőkönyvet az én dolgom véget ért. Nem. Nem. Itt nagyon sok nem gondolnak bele, hogy mennyi a, a a, a szponzorok felé, a, a, tehát hogy tulajdonképpen mekkora károkat okoznak a játékvezetők egy-egy brutális hibával. Tehát nézzük meg, évekig sinlődött a, vagy sinlődik most már a nyíregyháza egy em, rossz emelesz döntés következtében. Mi is ugyanígy, ugyan nem játékvezetői döntés, de meg lehet nézni például az, az elmúlt év szezonzáróját, a vasas videóton mérkőzést. Ott is azért történtek hibák. Tehát emberi sorsokat, gazdasági, akár a labdarúgás, a magyar labdarúgás fejlődésébe is bele tudnak szólni ezek a rossz játékvezető döntések, és fel kell vállalni a felelősséget, de nyilvánosan fel kell vállalni. Ugyanúgy, mint amikor pellengérre állítanak egy játékost, vagy egy szakvezetőt, vagy, vagy, akár, vagy akárkit, akkor igenis lehessen egy játékvezetővel is példát statuálni. Hogy igenis lehessen hivatkozni, lehessen protestálni. De menjünk tovább. Csak morál, mégis mégiscsak itt kezdő, ha hibáztátok, el kell ismerni, és azt kell mondani, jó napot, ne arra meg, rosszul láttuk, rosszul döntöttük el, nagyot hibáztak. Angliában is volt ilyen. Hát, emlékeznek rá, e egész elképesztő ítéletek voltak. Az angol labdarúgó szövetség elnézést kért, a bírókat eltiltották nem tudom hány hétre, harmadosztályba vezettek. Szóval valami itt csak az a kérdés, hogy ez kinek a felelőssége. Hogy ki az, aki a bírói testületet viszi, hogy az milyen munkát végez, hogy ezt elszámoltatják el. Engem személyesen az is zavar, hogy nem lehet beszélni a bírókról. Hát, ha kritizálod őket, akkor eltiltanak, büntetést kapsz érte. De Pedig nem hát, baj. hogy mondjam, lehet, hogy az edzőknek a meccshevében nem lehet beszélni, de hát azért az elemző műsorokban lehetne. Most van egy, egy másik dolog, amit a, a, a bírói testület kérésére, például a Antenna Hungária végrehajt, hogy 12 kamerával közvetítenek meg. Na ezt, ide most, ezt most nagyon, ezt most nagyon hallgassátok meg. Ez nagyon-nagyon ez fontos. Lehet, hogy ízekre fogom szedni ezt a videót, és a nagyon fontos részeket ki fogom emelni külön, akár kis short videókban, de, de tényleg ez nagyon fontos. Azért közvetítenek 12 kamerával meccset, mert a varkocsi, ami az eredményeket ellenőrzi, hát olyan módon, amilyen módon ellenőrzi, az csak 12 kamera befogadására alkalmas. Most én értem, hogy védik, a, és nem akarják, hogy esetleg más kameraszögből meg lehessen vizsgálni, és az ő ítéletüket azt, azt kritizálni lehessen. De hát így is lehet, nem? Ráadásul a, a kívülünk meccsre néhány tízezeren minden héten a televíziók előtt minimum az mb 1 minimum egy millió ember nézi, vagy tönkre teszi a, a bírói testület a közvetítés minőségét. Európában nincs olyan bajnokság, amit 20 kamera előtt, alatt közvetítenek. És hogy egy unalmas közvetítés van, akkor mindenki azt fogja mondani, hát a magyar foci nem fejlődött semmit. Pedig a közvetítésekben is nagyon-nagyon sok, sok el. Erről beszéltünk, hogy a varnak több, tehát a, a, a videó bíráskodásnak több verziója is létezik, mi megvettük a fapadost. Tehát pontosabban csak a fapadosra van licensze az MLS-nek, gondolom költséghatékonyabbak akartak lenni, hogy azt mondják, hogy ne, itt van, van nálunk is, van, mindenki fogja be a száját. Tehát körülbelül erre jó az egész, kimegy az ablakon, nem tudom hány 100 millió, de a videóból vissza kell nézni, hogy mennyit költünk rá, de tulajdonképpen a, a hibák azért ugyanúgy ott vannak. Csak el lehet mondani, nálunk varral együtt is tudunk szarok lenni, kedves játékvezetők. Előrelépés. Előrelépés volna. És ezt nem, nem, azért mondom önöknek most, mert a, a Ferencváros a, a bajnokság első szakasza után a második helyen van. Ugyancsak minimális pont, de a második helyen van, ez teljesen szokatlan, nem így szokott lenni. Tehát nem, nem ezért mondom. Én nagyon szeretem a sportot, nagyon szeretem az erkölcsöt, nagyon szeretem az erőt, és nagyon szeretem az egyetértést is a, a, sportban. De, de minden működésképtelen, hogyha nem őszinte. Most azt is látják talán, hogy mi a saját utunkat járjuk. És, és meg kell, hogy mondjam önöknek, hogy egyáltalán nem érdekel, hogy erkölcsileg és morálisan megbukott, börtönbüntetésre ítélt, Sztáredzők minket kritizálnak, meg beszólogatnak nekünk. Egyáltalán nem érdekel. Én csak azt szeretném mondani önöknek, hogy örüljenek, hogy megtüri őket a magyar sport. Egy börtönbüntetés után. Hogy megtüri a köz körükben a magyar sport. Még akkor is, hogyha évedzőt csinálnak belőlük. Még akkor is. Ha lehetne ezer lájkot adni erre, itt most ezekért a mondatokért. Fura ezt, hogy pont én mondom a Kubatov Gáborra, de ezt ezer lájkot adnék erre. És engem se érdekel, hogy jelen pillanatban sikeres, és nem érdekel, hogy jelen pillanatban sikeres ez az edző, de az megengedhetetlen, hogy ilyen emberek ott tudnak lenni a sporton belül. Majd nézzük meg akkor, amikor kétszer annyi meccset játszik, mint a többiek, és kapna mondjuk egy nemzetközi öltözőt hogy akkor tudna-e úgy teljesíteni, mert már most beindult a kifogás generátor, pedig vezetik a bajnokságot a fiatal szabály miatt, és erről is csináltunk egy videót, hogy mekkora baromság, amiket ott összehordott. Na jó. Van egy kritika mindig ellenünk, hogy miért hát nincs több magyar. Csak minden évben szoktam erről beszélni, és most is egy egy szokatlan megközelítést fogok mondani önöknek. Egyrészt az orosz arról beszélgetünk sokat, hogy vajon a Ferencvárosnak az a dolga, hogy egy, egy, egy utánpótlás nevelő egyesület legyen. Szerintem egyébként ez benne van. Ugyanis megvizsgáltuk az elmúlt kilenc esztendőt. És az elmúlt kilenc évben megnéztük, hogy ki az a játékos, aki legalább egy esztendőt a Fradiban focizott. És megnéztük, hogy az mb 1 ben és az NB2-ben hány ilyen játékos van. Most büszkén tudom önöknek jelenteni, hogy 105 játékost adtunk az NB1-nek és az NB2-nek. Ezek még mindig aktív játékosok. Tehát 105. Ehhez is volna egy kis hozzáfűzni valóm, mert azok a klubok, akik azt mondják, hogy mi magyar játékosokat nevelünk, mi magyar játékosokat játszatunk, és lehet így is. Igen, lehet így is. Meg lehet nézni, hogy nemzetközi viszonylatban ez az idegen légiósokat teli Ferencváros milyen teljesítményt rak le az asztalra, és mennyi pénzt hoz a konyhára mindez. És azok a klubok, akik magyar játékosokkal játszat, magyar játékosokat játszatnak, tehát tudnak-e olyan játékosokat nevelni, akik nemzetközi szinten megfelelnek. És az ő támogatottságuk ez ehhez képest mekkora. Van tizenvalahány idegen légiós a Ferencvárosnak, ezek ennyibe kerülnek, ennyi pénzt hoznak, tehát meg lehet nézni a nyilvános adatok között, mennyi milliárdot termel jelen pillanatban a Ferencváros, mennyi adót fizet be ezek után. És meg lehet nézni, hogy azok a, azok a klubok, akik magyar játékosok nevelésével foglalkoznak, illetve magyar játékosokat foglalkoztatnak csupán, ezek a nemzetközi viszonylatban hol tartanak, és mennyi pénzt termelnek, mennyit hoznak a konyhára. Tehát ebből a szempontból is nézni kell. Nekem is fontos lenne, hogy a Ferencváros magyar játékosokkal legyen tele. De jelen pillanatban a magyar utánpótlás nem tud olyan játékosokat kitermelni, nagy számban, akik akár egy csapatra való olyan játékos lenne, aki ezt a teljesítményt elérje a Ferencváros, mint most, jelen pillanatban a Ferencváros, ami még az út felénél sem tart. Tehát én azt gondolom, hogy azok, akik ezt rólják föl hibául a Ferencvárosnak, azok nem látják át, hogy tulajdonképpen a labdarúgás, a magyar labdarúgásnak a fejlődésének az egyik része az kell, hogy legyen, hogy igenis le kell rakni teljesítményt az asztal, eredményeket kell látni, és ha az most nem megy magyar játékosokkal, akkor magyar klub örvein belül külföldiekkel kell ezt elérni. máshogy nem megy. Nincs még húsz évünk, mire ki tudna termelni esetleg egy 10-20 olyan játékost a bármelyik magyar klub, akivel nemzetközi komoly eredményeket el lehessen érni, arra ott van a válogatott. Egyszerűen már nem azt a világot éljük. Most én mondom azt ezeknek az embereknek, hogy már nem ezt a világot éljük. De úgy, hogy most a Ferencvárosnak a mondjuk a rendszerváltási utáni első 10-15 évét úgy, ahogy mondjuk a bajnokok ligája után ki lehetne dobni, mert egyszerűen nem tudott olyan lehetőségekkel bírni, mint most. Most, hogy egy évtizede megkapja azokat a lehetőségeket, egy tényleg azt kell mondanom, hogy egy szisztematikus építkezésben benne van, persze, ami, amiben azért voltak megkérdeérezhető döntések is, de azt kell, hogy mondjam, az eredmények most őt igazolják, aki beszél. Az úgy megvan mindenkinek, nem, hogy nekünk csak egy olimpiai falut kéne építeni, és megrendezhetnénk egy olimpiát. Egy darab olimpiai falut kéne építeni. Mindenünk megvan. A stadionunk, az uszodánk, a, 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 az evezős pályánk, mindenünk megvan, hogy Magyarország olimpiát rendezhessen. És, és nekem meggyőződésem, és mindenki azt mondja, hú, az mennyi pénzbe kerülne, én, én egy másik trekken vagyok, szerintem óriási bevételt hozna teltházas szálloda, ugye nincs elég szálloda Budapesten, az egy probléma, azt meg lehetne oldani hajókkal, hogy szálloda hajókat kéne beúsztatni a Dunára. De hogy, hogy rendkívül közel vagyunk egy, egy olimpia megrendezéséhez. ezért aztán végtelen bűn volt annak idején a, az olimpia ellen gyűjtött, gyűjtött gyűjtött aláírás. Én ezeknek a fiúknak, akik elkezdték annak idején az aláírás gyűjtéseket, és sosem fogom elfelejteni őket. És mindig gondom lesz rájuk, hogy ahol lehet mindent megteszek ellenük, hogy ők sikertelenek legyenek. Mert, mert, az egyik legnagyobb nemzetépítő eseménytől gátoltak meg minket. A... Ez egy kicsit kijött most a politikus a Kubatov Gáborból, de azt kell, hogy mondjam, mint sportvezető, Tökéletesen igaza van. Persze, most mindenki hozott számokat. Hoztak azok számokat, akik az olimpia rendezését gátolták meg, hogy mennyibe kerülne az országnak. A másik oldal, ugye a nemzet, vagy mondhatom az az oldal, aki érdekelt a sportban. Akkor még az én is érdekeltek voltak. Azt kell, hogy mondjam, hogy óriási esélyt vettek el. Nem, nem csak a, a, bevétel, hanem a nemzeti büszkeségtől kezdve. Mert most mindenki kiröhögi ezt a nemzeti büszkeséget. De ez, ez forintra lehet ám váltani, amikor itt van egy olimpia. Tehát nem csak büszkék leszünk arra, hogy van egy olimpia, hogy volt egy olimpia Budapesten, vagy akár így Magyarországon, hanem azt abból nagyon komoly bevételek is lehetnek, és nem csak akkor, hiszen ha látjátok, hogy ezek a, ezek a, stadionok, ezek a, a sportkomplexumok azért nem veszteséggel mennek, mert világeseményeket rendeznek itt. Hát az, ez jó szervezés kérdés, hogy, hogy egy olimpia után is ezek a, ezek a, ezek a rendezvényközpontok, a, 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 stadionok kihasznál, ki kell, hogy használva legyenek. Az, hogy persze azok, amik, amik a, a, a Mondjuk a vendégek elszállásolására levő ötlet, a, a szállodahajók, azt is azért megnézném. Mondjuk a budapesti infrastruktúra, az utak, a közlekedés, ezeket mind meg kellene, hogy ö, újítsuk ahhoz, hogy azt a borzasztó sok embert el tudjuk itt irányítgatni Budapesten belül, vagy mondjuk a, a, azokon a városokon belül, ahol az olimpiát megrendezük. De az biztos, hogy ebből pozitívan lehet kijönni. Nem tudom, miért örültek akkor neki a franciák. Nem azt kell nézni, hogy adott pillanatban megépítettek, csak ma hasonlítök, 100 milliárd euróból különböző sportkomplexumokat, és aztán az olimpia lefújásának a napján vonunk egy költséget és azt mondjuk, hogy hát veszteséges volt, azért azt kell nézni, hogy utána hónapokig évekig a csak a jogdíjakból mennyi bevétel tud befutni a sportszergyártóktól, a vendéglátástól kezdve, a, a taxisokig, az éttermek, hogy mennyi pénzt hoznak ezek, ez a rengeteg sportoló, a vendég, és a megbecsülés az csak ezután jön. De addig ez a nemzeti büszkeség igenis forintosítani lehet. Meg lehet mondani, hogy ez mennyi pénzt hozott, és én biztos vagyok benne, hogy kim voltunk az atlétikai vb-n, a, a vízilabda vb-n, a... a, a, a a szervezésben Magyarország világszínvonalat tud nyújtani. Bármilyen sportesemény, vagy koncert, vagy tömegrendezvényben igenis világszínvonalat tudnak hozni a magyarok. És ezt be tudnánk bizonyítani egy olimpián. Ebben is van az olimpiai faluk kellene csak. És nagyon remélem, hogy lesz majd olyan időszak, amikor nem tudják elintézni azok az emberek, akik azt gondolom, hogy félrevezették Magyarországot ezzel kapcsolatban mert nem lehet csak lélegeztető képekben gondolkodni meg, meg tanárfizetésben. Értem, és tökéletesen igaz, hogy mindenhova kell a pénz, de akkor ezzel az erővel ne lépjünk ki az utcára, mert kopik a cipünk. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy emberek itt tartanak. Hát itt a média, az is egy nagyon sarkalatos pont, nem csak a Ferencváros, hanem a, megint csak azt mondom, az egyetemleges magyar sporttal kapcsolatban nagyon fontos dolgot fog most mondani a Kubatov, és tényleg érdemes meghallgatni nem csak fradistáknak. Föl, fel, szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy egy óriási átalakulás van a médiában, a lehető legnagyobb, ami, amit a körülöttünk zajló világban zajlik. A papír már alig olvasnak az emberek. Hát a rádiót alig hallgatnak, a fiatalok alig-alig hallgatnak. De Spotify nevű alkalmazás óta senki nem akar műsorvezetőket hallgatni, hanem megprogramozza magának a zenét, beül az autóba, rákapcsolódik az autórádióra és hallgatja azt. Mintha maga a klent, Hogy a, a televízió nézettség az, 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 az talán a sport tekintetében nem, de világviszonylatban mindenhoz zuhan, És mindent átvesz a közösségi média. Ha tetszik nekünk, ha nem. És, és, és kénytelenek vagyunk a lehető legnagyobb energiát erre fordítani, és nagyon sok pénzt költöttünk el erre, hogy hogy önálló csatornáink legyenek a mi, minket követőkhöz. Ez persze szabadságot is ad. Én még emlékszem arra, amikor a, a blikk és a Nemzeti Sport határozta meg a Fradinak a sorsát. És ők mondták el, hogy mit, mit gondolnak a Ferencvárosról. Most ezek, a, ezek az újságírók, ezek kvázi könyörögnek, hogy ide tudjunk jönni, és tudjanak velünk beszélni, mert nekünk önálló csatornáink vannak, amik minket követők felé. És ez egy, ez egy, ez egy nagyon lényeges változás, foglalkozni kell vele, itt, itt mondjuk a Facebookkal foglalkoztunk, itt 400 ezer fölött vagyunk, és abból indultunk ki, hogy, hogy megnéztük a mi versenytársainkat, a Zvezdát, a Dinamo Zágrebet, a lengyel, klubot, lengyel, top klubokat, de ők követő számban mind erősebbek voltak, mint mi. Most mi félmillió fölött voltak és ebben az évben 40%-ot tudtunk fejlődni, ami szerintem egy óriási dolog a, a közösségi médiában. A TikTokon 36, az Instán 15%-os növekedésünk volt, a hírlevélben a tavalyi évben kiküldtünk 8 millió, az idei évben 16 millió hírlevelet küldtünk ki. Hát innentől kezdve már igazán csak a, a számokkal foglalkozik, de ezt megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a Ferencváros szurkolóit kell, hogy érdekelje ez a dolog. Hanem egyértelműen látszik, hogy ez nagyon hozzátartozik egy klubnak a, a felépítéséhez, mert ezen keresztül tudod a szurkolóidat, az újakat mondjuk bevonzani, vagy a határon túlon mondjuk megfogni. Mert ha nem lenne média, nem lenne internet, akkor például Liverpoolnak nem szurkolnának, mit tudom én, pedig a, a, Indonéziában ezzel az erővel most túlságosan persze nem akarok nagy léptékeket használni, de mondjuk egy Ferencváros, ha sikeres lenn, tehát sikeresebb lenne a nemzetközi viszonylatban, és nincs mögötte média, akkor nem tudna külföldi vagy külföldön élőket, akik mondjuk nem is ezen a földrészen élni, megfogni. Tehát nagyon fontos, és ez a magyar klubok szempontjából egyszerűen meg, sokszor meg döbbenve, hogy most nem mondok nevet, de többszörös magyar bajnok csapatnak nincsen tízezer követője YouTube-on. A, a, Facebook oldalaik követő száma, tudom, hogy már lejárt lemez a Facebook, de, de borzasztó. Mint hogyha nem foglalkoznának vele. Ahogy a Dárdai Pali is elmondta, hogy a, csak a Hertánál a stáb legalább tíz ember. Legalább. És ugye nem egy Bayern Münchenről beszélünk. Nem is beszélve a merchandising jogokról. A médiának nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy elismerjenek, megismerjenek egy klubot, akár a saját országán belül. Tehát például, hogyha most a Paks több hangsúlyt fektetne a médiáján, és nem csak, hanem saját maga is foglalkozna a médiájával, akkor azt gondolom, hogy, hogy mivel azzal, mert sikeres, magyar játékosokat alkalmaz, tehát sokkal, de sokkal elismertebb lehetne. Neki is lehetne egymillió követője legalább. Hogyha a média részét jól megfognák. És ezért lenne fontos, hogy az összes sportvezető Magyarországon, azoknak az embereknek, akik felelősséggel viseltetnek a klubjuk iránt, igenis ö, költeni kell erre. Először is el kell dönteni, hogy mit akar a klubjával. Hova akar eljutni? Azt mindenki tudja, hogy hol van most, de hova akar eljutni? És nem csak azt kell megtervezni, hogy tudom én, jövő héten ezt a játékoshozom, utána azt a játékoshozom, eladom mennyi pénz van belőle, hanem igenis kell foglalkozni a klubnak a klubban magával, a nevével, a merchandisinggel a médiájával. Ehhez egy ember nem elég. Az a sportvezető, aki azt mondja, vagy klubtulajdonos, hogy ő mindent megold, akkor ott nem lesz megoldva soha semmi. Igenis meg kell bízni profi embereket, akik profin tudják ezeket a felületeket használni azért, hogy neki több pénz legyen. Ez kellene, hogy belássa. Tehát az nem megy, hogy egy klubtulajdonos vagy egy klubelnök mindent maga akar csinálni. Az akkor nem fog eljutni sehova. Hiszen az a vállalkozó, aki birtokol egy klubot, az annak tudnia kell, hogy akkor azért lett sikeres az ő klubja, mert jó szervez. Valószínű, hogyha valaki Fröccsöntő műhelye van, vagy egy ilyen sikeres vállalkozás vezet, akkor nem ő a legjobb szaki, de viszont ő tudja a legjobban leszervezni, hogy kinek hol a helye. Ezt kellene a saját klubjában is megcsinálni. Most erre is tudnék mondani példát. Itt a klubvezetőknél, de ők is, tehát az a baj, hogy ebben is a büszkeség dominál a helyet, hogy azt mondaná, hogy én ehhez nem értek. Mert ha nem így lenne, hogy azt gondolja magáról, egy klubvezető, klubtulajdonos, hogy jobban ért bárkinél a klubvezetéshez, akkor már sokkal sikeresebbek lennének a magyar klubok. Igenis, profi kezébe kell adni, őket kell jól leszervezni. De a legelső szempont az legyen, hogy dönts el, hogy mit akar kezdenek klubjával. Főleg azok, akiknek, akik mögött ott egy történelmi háttér, egy elég nagy szurkolótábor, igenis el kell dönteni, hogy hova akar jutni. Milyen meg kell határozni, milyen léptékekkel tud majd haladni. De valamilyen szintű tervezésre szükség van a játék szervezésén túl is. Ennyi lett volna ez a kis összefoglaló. Lehet, hogy még egyszer mondom, nem a Ferencváros felszopásáról van jelen pillanatban szó, hanem mint sportvezető, igenis szerintem mondott olyan dolgokat a Kubatov Gábor, ami mindenki számára megszívlelendő. Lehet őt szeretni, nem szeretni, higgyétek el, én sem szeretem. De amit itt most elmondott, azokkal egyet kell, hogy értsék, mert az eredmények őt igazolják. És nem a pártvezért igazolják, hanem a sportvezetőt, aki szerintem egész jól meg tudta szervezni a Ferencvárost. És követendő példa sok szempontból, azoknak is, akiknek ugyanúgy ott a pénz a fegyver a tarsójában, és nem élnek vele, mert nem hiszik el az, hogy ezt meg lehet tenni. Nem lesz egyik napról a másikra senkiből állandó csoportkörös részvevő. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Nem csak itt, még a gazdagabb országokban sem. Itt viszont egyszerűen a legelső, ha tudja, hogy mit akar csinálni, akkor hinni is kell benne, és egy klubot nem lehet félváról vezetni, hogy én elvezetem ezt is, meg elvezetem azt is. Ez teljes embert kíván, sőt, még sokszor többet is, mint teljes embert. Teljes embert. Ez kéne, hogy minden magyar sportvezető a szem előtt tartsa, hogy ő egyes egyedül ehhez nem elég. Komplett stábok kellenek, profikat kell alkalmazni, és meg kell határoznia saját magát. Há, túlságosan ne a okoskodni. 2024 ben még egyszer mindenkinek boldog új évet kívánok, és hajrá magyar foci, és hajrá mindenki, aki Magyarország érdekeit tartja szem előtt. Sziasztok! Érdekel a véleményetek, kommenteljetek, mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót! Amiha tetszett, akkor lájkoljátok! És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuperköszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!